Ez egy 16 oldalas jelentés, ez a véleményezés, amit önök eljutottak a kormányzatnak, az önök véleménye. Nagyon röviden összefoglalva, mit tudna elmondani, mennyire stabil ez a költségvetés, mennyire stabil lábakon áll, mennyire lehetünk nyugodtak? Hát a költségvetés stabil, természetesen, ami a stabilitási törvénynek a mutató számait mondja, sőt a korábban várakozásokban megjelenő számokhoz képest is jobb stabilitási számot mutat majd. Ez egy nagyon fontos, ez a GDP arányos államadóságnak a mutatója, ami erőteljesebben csökken. Természetesen hosszabb magyarázattal elmondhatnám, hogy a nominális adósság ettől még növekedhet, de nagyon markáns bevételek érkeznek jövőre, részben infláció miatt, részben azért, mert tartjuk magunkat a gazdaságunkkal. És hát még olyan helyzet is kialakulhat, hogyha a folyamatok egy nulla közeli technikai recesszióba forduló időszak ott jelentenek, akkor is tulajdonképpen azokat a jóléti programokat, elhatározásokat, amelyek most a napokban is bővültek, például a 30 év alatti hölgyeknek a adókedvezményeinek a kérdésével, hát ezeket a dolgokat tudja tartani. Ez egy kondicionáló jellegű költségvetés, ami nem a fő célokat változtatja meg, sőt, a fő célokat megerősíti, és ahhoz rendezi hozzá azokat a bevételi és kiadási előirányzatokat, amit a világnak a gyorsan megváltozó körülményei, borzasztóan rossz irányba mozduló körülményei okoztak az elmúlt fél évben, és ami várható a háború elhúzódása miatt, a globalizációs világgazdasági folyamatoknak a bizonytalanságai miatt, a szankciós politika miatt, tehát van egy sor olyan tényező, ami az egyszerűen alkalmazkodni kellett, és hát ez a múlt évnek, vagy hát az idei évnek, mert elszólom magam mindig, mert már jövő évben gondolkozom, a júniusi költségvetési készítési időszakhoz képest is látható volt, hogy itt változtatásokra lesz szükség, és tulajdonképpen ezekhez való alkalmazkodás erről szól a mostani költségvetési változás, lényegesen nagyobb bevételekkel, 78 ezer milliárdos bevétellel, lényegesen nagyobb kiadásokkal, számítva a költségvetésben európai forrásokra nagyobb arányban, és hát tartva mindazokat a társadalmi célokat, amelyeket az ország a kormányzat maga elé tűzött az elmúlt időszakban. Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy ha nézzük a kiadási oldalt, és említette, hogy a napokban is jelentek meg a családtámogatással kapcsolatban újabb rendeletek, éppen a mai napszemlében idéztem, hogy a 30 év alatti hölgyek esetében nem csak eszélye a mentességet rendelt el a kormány, hanem a diákhitelt sem kell befizetniük, visszafizetniük, hogyha a végzés után két éven belül örökbe fogadnak gyereket, vagy szülnek saját gyereket, de meghosszabbít a falusi csokot, a babaváró hitelt, a nyugdíjakat állandóan emeli a kormány. Ezeknek megvan a stabil fedezete a költségvetésben? Hát amennyire a körülmények lehetővé teszik, a kormányzati cél az, hogy ezeket a tételeket vállaljuk. A nyugdíjakra utal 15%-os nyugdíjemelésnek a tételei szerepelnek benne, ez egyébként megegyezik az inflációnak a számított mértékében, ami azért elég óvatos, nem zárható ki, hogy az első fél évben ennél jóval nagyobb infláció következik be. Tehát úgy lehet tekinteni, hogy a célrendszer változatlan, a feltételek rosszabbakká váltak, és tartjuk magunkat. Mi a helyzet a hiánycéllal, ha jól tudom, a 3,5%-os hiánycélt felemelte a kormány? Föl kellett emelni, ez egy érdekes folyamat volt, mert újra és újra átszámolták a kormányzati képviselők, mi is, a magunk információbázisa alapján, meg amit kaptunk, és nyilvánvalóvá vált, hogy ez a 3,9%-os arány, ez szükséges ahhoz, hogy a kifizetések rendben megtörténjenek, és természetesen azért ez föltételezi, hogy a gazdasági
feltételrendszerben nem következik be olyan rosszabbodás, ami ezeket a célokat, amiket a kormányzat elhatározta. Tehát van kockázat, ezek a kockázatok nem csökkenő irányba mutatnak, de egyelőre úgy tűnik, hogyha a körülmények a jelenlegi beláthatóságban maradnak, akkor ezeket a kifizetéseket tudják tartani. Az infláció egyébként ennek az évnek a végén ez 20% fölött fog alakulni, és a számok szerint csak valahol a jövő év végén megy reményeink szerint le 10% alá. Ez egy nagyon erőteljes inflációs környezet, aminek jó része természetesen az energiaárak, nyersanyagárak alakulásától függ össze szankciós politikával, és összefügg. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek a tételek, amelyek bizonytalanságot jelentenek, ezek bizony velünk élnek, és hát ezekre nyilvánvalóan olyan programokat is ki kellett dolgozni, ami a tartalékok emelését jelenti, például a energetikai számlák fizetésével kapcsolatos a népszerű nevén, ugye a rezsicsökkentésnek az alapjait jelenteni, ott 4-szeresére kellett fölemelni azt az alapot, amit ebben az évben erre a célra fordítottuk. Tehát a rezsivédelmi alapnak végül is, a rezsivédelmi alapban mekkora összeg szerepel az új költségvetésben? 2400 milliárd, az idei év 600 milliárdja helyett. Hát képzelje el, hogy ez milyen hatalmas erőfeszítést kíván ennek a pénznek az előteremtése. Tehát ezekben nyilvánvalóan a hiánynak a növelése az lehetőségét teremt ennek a mozgatására, és ennek a magunk előtt való görgetésére, de hát ez egy görgetés és egy elhúzódó folyamatot jelent, amihez hát minden szándékunk szerint alkalmazkodunk. Említette ezt a költségvetési hiánycélt, ami megemelkedett már az új költségvetésben 3,9%-ra. Önök ezzel kapcsolatban látnak-e valamiféle mozgásteret a kormány részéről, hogy ezt csökkenjen, vagy adtak-e ehhez önök ajánlást? Hát a mi elképzelésünket azt befolyásolja a törvény, ami rólunk szól, meg az a törvény, amiben hát az az célkitűzés van, hogyha a növekedés jobb, mint 1,5%, akkor ezt a pénzt az államadóság csökkentésére, praktikusan a hiánynak a csökkentése útján kell fordítani. Ez a kormányzati törekvéssel találkozik. Mi ezt azért tartjuk fontosnak, mert cipelünk egy terhet, nevezetesen évről évre legalább a kamatokat az államadóság vonatkozásában vissza kell fizetni, és ez a kamatfizetési kötelezettség ebben az évben 2-szeresére emelkedett. Tehát itt milliárdokról van szó, sok milliárdos tételekről, és hát az egyensúlyban ezek a kérdéseik is beletartoznak. Hát a nyugdíjaknak a kifizetése ez egy adottság, az Európai Uniós befizetésünk, adottság a törlesztő részletek, nek a visszafizetése, tehát az adósságban a kamatpályának a tartása. Tehát ezek mind olyan fix tételei a költségvetésnek a kiadási oldalának, amiket minden körülmények között biztosítani kell, hiszen az országnak a működési feltételrendszere, az imázsa, az megköveteli, hogy ezeket a tételeket teljesítsük. Egy dolgot hadd kérdezzek végezetül. Sok újság kiemelte azt az önök véleménye kapcsán, hogy Matolcsy György jegybankelnök nem írta alá, hiszen ő is a költségvetési tanács tagja, hárman vannak önök, ön mint elnök, illetve az ÁSZ elnöke, Vindis László és Matolcsy György, mint az MNB elnöke, és már sokan párhuzamba állították ezt azzal a ténnyel, amit ő korábban mondott, hogy a magyar gazdaság válság közeli állapotban van, és kritizálta a kormány gazdasági és pénzügyi politikáját. Miért nem írta ő alá a költségvetési tanács 16 oldalas véleményét? Azért, mert külföldön van. Tehát ez az egyszerű oka ennek. Ezt egyébként 8-án, amikor az előkészítő ülést tartottuk, más témák voltak elsősorban napirenden, de akkor tudtuk már, hogy a módosításra sor fog kerülni, és 27-én fogjuk tárgyalni. Ő bejelentette akkor, hogy neki lekötött programja van.
Nyilvánvalóan ennek olyan feltételei vannak, amit nem lehetett megváltoztatni, de az biztosította, hogy a Nemzeti Bank teljes stábja ugyanúgy, mint eddig dolgozott, és az ő személyes képviseletére fölkérte Virág Barnabás urat, aki ezt a feladatot ellátta és végigcsinálta velünk. Egyetlen egy dolog van, hogy alkotmányosan és jogilag ő nem írhatja alá Matolcsy úr helyett, és hát így ketten írtuk alá, nincs itt különösebb látnivaló ebben, semmiféle vita nem volt ezekben a kérdésekben, sőt, hát a induló ülésen Matolcsy György elmondhatta az ezzel kapcsolatos gondolatait, és lényeges vélemény eltérésünk nincs. Egyébként hadd jegyezzem meg, hogy a Matolcsy úr elmondottakban nagyon sok igazságtartalom volt, én is sok tekintetben hasonlóan látom ezeket a tételeket, és hát ezek a gondolatok mindig benne vannak a költségvetési tanácsnak a véleményében. Konszenzusosan hozzuk meg a döntésünket. Tényleg ebben semmi olyan technikai okokon kívül semmi más nem volt, mert nem véleményeltérések voltak az okok. Vagyis, és egy szavas válaszálok, mert lejárt az időnk, a Magyar Nemzeti Bank véleménye az önök 16 oldalas költségvetési tanácsbeli véleményében benne van. Természetesen.